hajba Géza vagyok, a Jénes Diásai. Kivel játszottatok, és mi lett a vége ezen? Zola Szent Ivánoni, örök életben nagyon szoros mérkőzést játszottam, mióta edzői pályafutásom itt a Zala megyében van. Még annak idején a Sármelékkel is, illetve a Jénes Diással is nagyon-nagyon nehéz mérkőzés van, mindig ellenük mindig kettőt erővel játszik a Szent Iván, ami nem is nem is baj, az így is így a jó, ez a normális. Álmosan kezdtünk, aztán átvettük a játék irányítását, helyzeteket hagytunk ki, utána megrúgtuk a gólt a második fél elején, utána egy picit talán biztonsági játékot játszottunk tudat alatt, és ez meg is baszolta magát, a vége előtt 10 perccel érdett az ellenfél. Nagyon harcos volt, nagyon akarták a sikert a Szent Ivániak, és utána hál' Istennek, jók is vagyunk a pontrugásokat gyakorolva, egy utolsó percben pontrugásból meg tudtuk nyerni a mérkőzésre, ebben föltettük az ér pontot az őszi elsőbségre. A szezonról annyit, hogy nagyon nehezen indultunk, az elején be is jött két döntetlen, de hát akkor ehhez a csapathoz is, aki ma nagyon tartalékos volt, ahhoz képest még sokkal tartalékosabban álltunk fel, de a csapatnak a nagy tartása, lelkjeleje az, hogy bármilyen összeállításba állunk föl, hogy futunk ki a pályára, minden mérkőzésen hozza magát, ölteszi magát, és hál' Istennek ebben a félszezonban nem sikerült az ellenfélnek bennünket két fára fektetni. Ez külön öröm számomra. A rugott gólokkal vagyunk egy kicsit adósak, a helyzetkihasználás, ez főleg a saját hazai pályánk, ami nagyon rossz állapotban van, és az miatt nem tudunk, a gólarányunk is kicsit lehetne jobban, főleg a rugott góllal, a kapott góllal elégedett vagyok, 11 gólt kaptunk, a rugott az lehetne ennek a duplája is a helyzet.